Szia, jó reggelt! Én kérek szépen teljes kiélős kenyeret. Köszi szépen! Viszlát, szia! Nem tudom ígérni az ilyesfajta videókat, de mivel már nagyon rég volt, ezért úgy gondoltam, hogy ideje képbe rázni az eddig történteket. És ehhez ez a videó is ebben a videóban elhangzottak nagy részben segítenek. Megjöttem! Jó lett a szegben. Már vagy két napja nem tudunk rájönni, hogy mi az az orbitális szennyvízszag a konyhában. Mivel biztos voltam benne, hogy sehol nincs valamilyen semmilyen romlandó kaja, ezért úgy voltam vele, hogy biztos csak valahol a távoli földeket rágyázzák és azt érezzük. Viszont akkor mindegyik szobában kellett volna, hogy érezzük, de mi itt csak a konyhában éreztük. A reggel viszont megvilágosodtam, arra gondoltam, hogy a hűtő cseptárcájában a nem bepárolgott víz az a forrása, és hát jól gondoltam. Nagyon fontos számomra, és erre több év alatt sikerült rájönnöm, hogy csak is azzal, hogyha hiteles maradok, már csak is azzal nagyon jól kitűnhetek a tömegből. Valahogy sosem szerettem azt csinálni, amit mindenki más. Ennek oka talán az is, hogy egy kicsit magamnak való személyiség vagyok. Ha mindenki kint játszott, akkor én bent voltam. Ha mindenki kabát volt, akkor rajtam póló volt. És ez csak úgy természetesen jött és jön mind a mai napig. Néha csak utólag tudatosul bennem mindez. Például nemrég, amikor vittem ki a szemetet szakadó esőben, akkor mintha fel sem tűnt volna, hogy szakad az eső, és meg sem fordult a fejemben, hogy talán nem kéne. De csak jött egy indítatás, és úgy, ahogy voltam, papucsban, szakadó esőben, úgy vittem ki a szemetet. Ezzel azt akartam mondani, hogy néha tudatosan, de nagy átlagban inkább tudat alatt lógok ki a középrétegből. Ezt azért mondtam el, mert ez majd később kapcsolódik a később elmondottakhoz. Hamarosan folytatom mindazt, amit elkezdtem, de előtte elugrok fodrászhoz. Te vagytok a legjobbak gyerekek. Legjobb vagy! Mert legjobb vagy, mert... vagyok, de akkor is én vagyok a legjobb gyereke. Letudtam a fodrászt, már egy ideje. Azután elmentünk bevásárolni, ebédeltünk, és most ebéd után úgy döntöttünk, hogy az egyik tópartra megyünk piknikezni, de ennivaló és üdítő nélkül. Szóval, igaz, nálam van egy alma. Vagy nálad van? Nálam van egy alma, úgyhogy nekem van egy almám. Neked meg egy pokrócod. Igen, és egy pokrócom. Csak egy citrom? Az a piros! Megkaptad a fagyidat. Ne videózz le, ahogy nyalok. Mit csodáljak? Ne videózz le, ahogy nyalok. Jó? Akkor jó. Mondom, ne! Szerintem meg megfogod a másik. Te szeretted volna. Mondtam, hogy nem! Tényleg? Uh-huh. Jó, savanyú. Ez citromos? Uh-huh. Nem érzek savanyút. Nem ízlik. Nem érzek savanyút. Jó van, már nem kell az egészet. Mindig nem érzek. Jó van. Mondtam egy viccet, te nevettél, és ráköpted a citromos fagyit. Dehogy nem, ráköpted a citromos fagyidat. A mai videóban azt terveztem, hogy véleményt fogalmazok meg egy közösségi média felületet nézegetve. Ezt valahogy úgy gondoltam, hogy szétnézek egy közösségi platformon, és mondom mindazt, amit gondolok. Ezzel is aláírva a hitelességet, mint csatornám egyik fő motívumát. Annak érdekében, hogy párhuzamos legyen mindaz, amit majd most mondani fogok, egy kis önreflexióval és eddig pár el nem hangzott ténybeismerésével folytatnám. 1. Igaz, hogy ez nem ide tartozik, de még én is használok adblockot, mert rohadt idegesítőek a reklámok a YouTube videók alatt. És ilyet biztos, hogy nem fogtok hallani egy tartalomgyártótól sem, de ez az igazság. 2. Azért gondolom unalmasnak az életem, mert hatott rám a közösségi média által generált kép, miszerint mindenki élete tökéletes és hibátlan. Ennek következtében kialakult a fejemben egy kép, miszerint az a kép, hogy én reggel felkelek, elindulok a munkába, majd délután hazaérek, és nem járok nyaralni. Ez az élet úgymond a média által bemutatott
képen keresztül unalmasnak tűnhet. Vagyis ezt így nem mondják ki, de mégis azt éreztetik azzal, hogy csak is azt látod, hogy valaki napról napra vagy hétről hétre mindig más-más országban nyaral. És az a legfőbb problémája, hogy a rossz idő miatt ő csak a szálloda medencéjében úszhat. Amiközben ti nem látjátok, de én az én lábamon fekszenek. Vagyis csak egy ember fekszik rajta. Fáj így a lábad? De az kitesz két embert is. Micsoda? Micsoda? Viccelek? Nézd vissza, de már is. Zsibbad a lábam. Nem, hogy most nem, mert kinyújtottam, de... Nincs is rajta a fejem. Bekapod a lábujjamat? Bármennyire is azt gondolod, hogy ez a képmutatás nincs hatással az életedre, akkor szerintem nincs igazad. Én tényleg tudatosan próbálom ezt megfordítani a fejemben, de néha a figyelmem teljesen más irányba terelődik, ezért így erről megfeledkezem és már is kihatással van rám tudat alatt. 3. Az utóbbi videók alatt kommentekben többen megjegyezték, hogy mi a bajom, mert olyan fáradtnak és megviseltnek tűnök. Fontos, hogy nem önsajnáltatásból válaszolok most erre a kérdésre, csupán azt szeretném mondani a következő mondataimmal, hogy nincs velem semmi baj. A fáradtságom egyik oka, hogy általában mindig a késő esti órákban videózok, és akkor már visszatükröződnek az arcomon az aznapi teendők. Azon teendők, amelyek már egy jó ideje teljesen rendszeressé váltak, ugyanis az egyetemet befejezve teljes munkaidőben dolgozom. Valamint a munka mellett még sok más teendőm is van a hobbimon, vagyis a videógyártáson kívül is. Gondolok itt például a házi munkára, a bevásárlásra, a főzésre, a sportra, vagyis minden olyan teendőre, amelyet egyes országokban házvezető nő segítségével oldanak meg. Ezen állításomat igazolja az is, hogy kicsivel több mint 2 hónap alatt kicsivel több mint 10 kilót fogytam. 4. Az egyik hibám a túlzott megfelelés, amit tudatosan próbálok mindig még az egészséges mértékig csökkenteni. De néha többet vállalok magamra, mint amit valójában teljesíteni is tudok. 5. Ezt sem panaszkodásból mondom, csupán a hitelesség kedvéért úgy érzem, hogy el kell mondanom. Egy olyan számítógéppel dolgozom, vagyis vágom a videókat, amelyek nem könnyítik meg a hobbimat, vagyis a videózásom gördülékenységét. Nem kell messzire mennem, hogy egy példát hozzak fel, a legutolsó videót például úgy vágtam, hogy volt olyan 15 perc, amikor csak ültem a gép előtt, és vártam, hogy megmozduljon az egér. Azért, mert már több mint egy 7 éves laptopról van szó, amin már egy alapos tisztítás sem segít. Lejöttünk piknikezni! Kaparja a szomjúság a torkomat! Nincs nálunk egy palackkaja sem! És az előbb leszakadt egy 2 méteres ágapáról! Na szóval a 3. próbálkozás egy olyan helyet keresni, ahol tudok vlogolni. És most a gyónást és az elhelyezkedést követően folytassuk a videó egyik fő koncepciójával, amit még pár perccel ezelőtt említettem. Instagram, felfedezés, és már is elém tárul mindaz, amitől csak úgy beindulnak a gondolataim. Megpróbálok azért úgy fogalmazni, hogy csak is az e témában nagyon jártas és nagyon otthon mozgó emberek ismerik fel az alanyt. Eddig 6 poszttal találkoztam, amely épp nem egy kis cicáról vagy egy márkáról szólt. Ebben a 6 posztban saját magukat híresnek vélt személyeket láttam, de nem volt a posztban semmi, ami valódi lett volna. A szépítő effektussal megspékelt képeken és a testhibátlanságának, valamint szépségének a bemutatása valamilyen csodatermékkel karöltve jelentette a profil mögött lévő személyiségének egyéniségét. Ismét görgettem pár percet, és szintén a testi tökéletesség és magamutogatás van a középpontban, így nagy átlagban, ami úgy tűnik, hogy nem hiába, ugyanis ezekkel a képekkel megpróbáljuk bizonyítani mindenkinek és ezáltal önmagunknak is saját életünk tökéletességét. Ezen posztok és képek sokkal több kedvelést érnek el, mint mondjuk az az anyuka, aki egyszerre 3 gyermeket nevel, vezeti a háztartást, és akinek hétköznapjai az ideg összeroppanás szélén állnak. Ez azt bizonyítja, hogy nagy általánosságban sokkal jobban kíváncsiak vagyunk egy olyan világra, aminek még a fele sem igaz. És bár most sokan nem fognak biztos teveszem velem egyet érteni ebben, de szerintem a meséknek köze van ebbe felfogáshoz. Apa komplexus, vetítés, nyaralás naponta más-más országban. Felmerül egy kérdés bennem, miszerint ezen emberek, hogyha tényleg végignyaralják az életük nagy részét, akkor mikor dolgoznak? Mikor teremtik meg azt a pénzt, amiből mindezt elérték? Nem akarok mások pénztárcájában nyúlkálni, de ezen nyaralások szerintem az átlag bérből mennyiségileg és minőségileg sem megvalósíthatóak. Pontosan ezek azok a posztok, amelyektől a saját életünket
unalmasnak érezhetjük. Szerény véleményem szerint akkor van a hiba, hogyha ezen posztokról azt hiszük, hogy közelebb állnak a valósághoz, mint a saját problémákkal tűzdelt hétköznapjaink. Tényleg annyira nehéz olyan posztot találni, ami mögött nincs egy második cél. Sport nélkül már el sem tudnám képzelni az életem. Hogy én sem, hogyha egy nagy sportszeráruház megad hozzá minden lehetőséget, sőt, plusz pénzt is fizet, amiből majd a kenyeremet veszem, ilyen feltételek mellett talán én sem tudnám sport nélkül elképzelni az életem. Ahhoz, hogy bemutassam, mennyire könnyű a nagy követőtábor átverése, egy magyar példával élnék. Nem tudom már pontosan, hogy mikor történt, és már az sem, hogy kitől hallottam, de egy magyar lányról van szó. Akinek a videóinak a nézése a túlzott nyávogás és nyafogás miatt csupa kínzással ér fel. A lényeg, hogy ez a bizonyos nevén nem nevezett kislány azt állítja a követőinek, hogy feltörték az Instagramját, ezért arra kér mindenkit, hogy kövessék be őt az újonnan létrehozott Instagramján. Miközben az igazság az, hogy ő eladta az Instagramját, amiből ő új melleket csináltatott magának. Az meg csak habatortán, hogy egy másik posztban pedig arról ír és arról beszél, hogy hogyan fogadjuk el önmagunkat. Bármennyire is nem támogatom az elfogult és néha sajnos elvakult követők átverését, én eme ötlet mellett úgymond megemelem a kalapom. Hogyan csináljunk pár kiadott, kövessetek be az új Instagramon felszólítással körülbelül 1 millió forintot. Véleményem az, Insta celebbé szeretnék válni álmokról. Nem nehéz híressé válni egy tökéletesnek hitt testi adottságokkal. Viszont véleményem szerint jobb lenne, ha ezen testi adottságok egy olyan eszmével társulnának, amelyek nem csak önmagunk fényezéséről szólnak. A válaszhoz nem kell messzire mennünk, és talán nem is kell mondanom, de ez nagyon ritkán történik meg. Annyira szomjasok voltunk, hogy nem bírtuk ki, ezért muszáj volt beülnünk a legközelebb ilyen, ez mi ez, bár? Hát koktélbár. Ilyen koktélbárba, és a legnagyobb limonádét, és az 5 deciset, mert brutálisan szomjasak vagyunk mindketten. De közben én itt tudom nézegetni tovább az Instagramot, ezáltal tudom folytatni a videót. Nagyon szeretlek, szerelmem. Tényleg kicsi? De hogy? Én is szeretlek egyébként. Aztán neked mondtam ezt a videó, tudod? Mindenki tudja a páradon kívül egyébként, hogy tényleg nagyon szereted. Olyannyira szereted, hogy a hátam mögött fűvel fával megcsalod, miközben ő otthon dolgozik. Uh-huh. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük. Nagyon szeretem a kutyámat. Amikor elgondolkozom, hogy ezek a nagyon szeretlek kiírások másoknak szólnak, vagy inkább önmagunknak. A célból, hogy bizonyítsák mindazt, ami nincs meg. Két irány lehet, hogy mutassák, hogy ők mennyire tudnak szeretni, vagy pedig azt, hogy ők annyira jó emberek, hogy őket mindenki szereti. Azért kapcsoltam be a kamerát, mert szeretném egyértelműsíteni és nyomatékosítani, hogy ha hazamentünk, akkor stipistopi enyém az egyik csap. Hogy így a lábújjak. A konyhában a csapat. Ah, tényleg, 2 csapunk van. És enyém az egész komplet fürdő. Akkor és megosztozunk, jó? Igen, minden az enyém. Tiéd a és egy kicsi a fürdőszobai. Tiéd a fürdőszobai egész szoba, nem érdekel. Igen. Az enyém pedig a konyha. És a hűtő az... De nem érdekel a hűtő se, nekem csak a vízforrás. A csap. Jó, a konyha csak a fürdő. Megosztoztunk, megbeszéltük. Na, mivel hamarosan megyek futni, ezért én itt lezárom ezt a videót, amit talán úgy tudnék, hogy a valóság feldítése önmagunk megtévesztésével von párhuzamot. Ez pedig egy olyan világot eredményez, ahol már nem tudunk különbséget tenni igazság és hazugság között. Ha tetszett nektek ez a véleménykifejtős vlog videó, akkor azt jelezzétek vissza nekem odalent kommentben, de semmit nem tudok ígérni ezügyben. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Puszi nektek, kincseim, és sziasztok!